Nicola, first of all, congratulations. Nicola, először is gratulálok a kemény munkához. Nagyon elfoglalt volt, különösen az első félidőben. Mik voltak a legfontosabb elemei ennek? Örülök, hogy így alakult a mérkőzés, és hogy sikeres voltam, és hogy egy pontot szerzett a csapatunk. Persze nem volt ez egyszerű itt ezen a helyszínen. Nagyon örülök, mert úgy gondolom, hogy alapjában véve jó játékot játszottunk, és remélem, hogy erre tudunk építkezni a jövőben. Is. Mik voltak a fő különbségek a mai és az Eindhoveni szombati játékkal kapcsolatban? Nehéz ezeket összehasonlítani, különösen, hogyha Hollandiáról van szó, amely a világ egyik legjobb csapata véleményem szerint. Nehéz volt ellenük játszani, és néhány dolgot megváltoztattunk, főleg ugye annak a játéknak a közepén. Nagyobb volt a bátorságunk most, illetve rugalmasabbak is voltunk, kompaktabbak is voltunk, és sokkal jobban védekeztünk, mint az első játékunk meccsünk során. És az A-ligában játszani, a nemzetek ligájában nagy lehetőség, nagyon fantasztikus játékosokkal és csapatok ellen lehet játszani. Igen, mindennek ellenére nagyon jó részt venni ebben a bajnokságban, de ennek ellenére nehéz is, mert a csoportunk az egy kemény csoport, és örülünk, hogy megszereztük már ezt a pontot, és tudjuk, hogy vannak kemény meccsek is a jövő hónapban, ezek várnak ránk, és mint ahogy említettem, reméljük, hogy a mai napon tudunk alapítani a következő játékokra. Köszönjük szépen!